Sziasztok tesók, a mai videóban. Cukrokkal fogunk bakkodni. Nagyon sokan kifogtok minket röhögni, hogy cukorral fogunk most videózni. Cukrokkal, mert én is egy édes cukor vagyok, cukorhalad vagyok. Ezt nem mondanám, de... Na, hogy azt higgyétek, hogy nem fog tétre menni. Tétre fog menni, nem kicsi tétre. Ez hogy érted? Ha nem sikerül végigvinni ezt a videót, akkor... Fejedet beadosszuk. Ez lett volna. Induljunk neki! Amúgy ezen nem fejszelni akarunk, de ezt nekünk Amerikából hozták. Ezt a Skittles, vagy hogy hívják ezt. Nem szponzorálják nekünk ezt. Hogy hívják ezt a Skittles? Skittles! Az elsős kislány várja az első kihívást. Számolj meg, hogy hány darab M&M's van ebbe. De megint M&M's-et mondani. De mit kell mondani? Hány darab cukorka van ebbe? Nem szabad hozzáérni, csak szemmértékre. Mit kapok ebből? Szeretetet! 20-ast? Komolyan? Ne legyen ennyire nagy a szád. Én amit most befejeztem, nem mondom. Kamilla, ülj vissza. Én nem ülök le, én még nem kapom meg, mit szeretnék. Mit szeretnél kapni? Jó, egy büdös pofont. Büdös pofon helyett inkább mondanám azt, hogy nem egy 20 000-esért megy a tét, hanem... Légy szíves, ülj vissza. Ja, persze, jó. Most mondom, hogy nem érhetsz hozzá. Bocsánat. Szemmértéke meg kell tippelned, hogy mennyi van benne. Mondom, hogy nem ér hozzá. Hozzá se érhet. 3, 2, 1, 0. Hát olyan. 10 000 körül áll, szerintem. 10 000 van ebbe? Miért nem? Mi az, hogy 10 000 van benne? Tudod, hogy kell elképzelni 10 000-et? Körülbelül ebből még... sokat. Összesen ennyi van. Én a két szép szememmel megszámoltam. 10, ez megvan. Akkor 10 000. Az a baj, hogy neked a poénkodás nem megy. Lépjünk a következőre. Most az egész videó Kamillán fog múlni. Ha te végigcsinálod az egész videót sikeresen, akkor megkapod ezt, amit itt van a kezembe. De most az elsőt azt nagyon elrontottad, úgyhogy most azonnal kapcsoljon az á... Most azonnal kapcsoljon át az agyad, és pörögjön fel egy kicsit, ez így. Ez a tétje itt. Bízhatok benned? Fontos lenne, hogy megnyeld. Mert a közös érdekünk. Csá. Meg akarod nyerni ezt? Igen. Igen? Igen! Akkor szedd össze magad! Kamilla, a következő az lesz, hogy ezeket szedd szét színről színre. Jó, kezd el. Álljál, Kamilla. Azt hitted, hogy ez ilyen egyszerű lesz. Keményen meg kell dolgozni ezért a pénzért, úgyhogy mehet Kamilla pirosba. Így, hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy melyik. Hát szerintem ezek a nagyon sötétek, azt szerintem azok a kékek lesznek. Hát de így nem is tudom. Meg az 5 perc, számol vissza. Hajrá, Kamilla. Nagyon nehéz. Tényleg? Nagyon. Hát én nem látom, hogy mi van. Nem tudod, mi van? Nem. Aha, ezek eddig jók. Biztos, hogy jók. Igen, csak előtte van egy ekkora rakat, és akkora kis kék pötty van mellette. Hát jól van, kék. Ja, ki tudja, hogy milyen színű. Most az előbbi nézegettem ezeket a kis cukrokat. Erősen ránéztem, és kéket láttam, hogy ez tellet létezik amúgy. Kamilla, ez nem kék, ez fekete. Ti ez kék? Látom, hogy nem, ez valami betegség? Igen, színbak vagy. Ha feladtad, akkor szólja. Én sosem adom fel. Én kitartó vagyok. Kamilla, lejárt az időd. Tuti pont akkor lettél kész, ez csak a színészi munka. Egy kupac, 2, 3, 4. Az a baj, hogy ezekben nem vagyok biztos annyira, mert a narancssárga meg a citromsárga nekem most ugye úgy nézett ki. Megnézzük, Kamilla, hogy mennyire volt igazad. 3, 2, 1. Úristen! A kékek jók lettek. Azok nagyon jók lettek, igen. Na, majdnem jó lett. Kicsit összefolynak a dolgok. Végülis ebbe is 3 szín van, meg ebbe is 3 szín van. Na, ez lehetett. Ezek jók lettek. A kék nagyon jók lettek. Kamilla, eddig nem nagyon néz ki úgy, mintha pénzt nyernél. De ez majd a végén eldől. Most pedig menjünk a következőre. Másik van. Ja. A következő az lesz, hogy versenyezned kell velem. Olyan versenyt fogunk most csinálni. De jó, se jó már. Mind nekem? Meg nekem. Meg olyan kicsik ezek a kis cukorkák, mint... a lábujjad. Dobálni kell, és aki többet dob... az nyer. Az nyer. Hát én ezekben nem vagyok jó. Egy percig fog menni. Ó, még a szemüveged is leveszed. Akkor szerintem egyet nem fogsz beletalálni amúgy. Ha meghallod a tengerparti Hawaii zenét, akkor lesz vége. Hú, nagyon izgulok. Nem tudom, hogy miért. 3, 2, 1. Megy. Egy. Uh-huh. Egy sem. Oh, egy! Ó! Oh! Kérdőre fogom. Uh-huh.
gondolom. Te most számba nem fél már. Hova dobom? Akkor már nem fél bele a számba. Az a baj, már nem tudtam számolni, mert annyira sokat, de... 3-45. Te. Számoltam. Igen, igen. Biztos annyi volt? Szóval... Azt is én nyertem. Ennyit dobtam bele. Én nyertem. Nem lehetett a fogam. Nagyon fáj. Hol? Hogy nézem? Itt. Kitört. Komolyan? Aha. Ne szopass rá. Tényleg kitört, ott egy kis darab. Nem amúgy. Nem kellett nekem. Hát, itt szerintem az egész fogam leesett. Én ezt egy nyerésnek mondom magamnak. Egyébként neked ajánlottam fel a pénzt, és most így állsz, így. Így. Nullán. Ráadásul 2-0 állsz. Nem tudom neked mondani. Ja. És ez? Jó. Vá. Szép bűvészrük volt. Ugye, menjünk a következő kívásra. A következő az az, hogy meg kell különböztetnöd. Ebből melyik a Skittles és melyik az M&M's. Ugyanúgy néznek ki. Hagyjuk ezt a meditációs hülyeséget. Ránézésre. Nem tudom, mindkettő ugyanúgy néz ki. Na? Nem könnyű a dolgom, nem hazudok. Szerintem... Ez a Skittles. Igen, Skittles. Ez pedig a... M&M's. M&M. Micsoda? Nem tudom. Mert az M&M's az ilyen kis laposka. Kóstol meg akkor. Na. Igen, Camilla, ezt nagyon jól eltaláltad! Ez az, Camilla! Ezt neked meg rá! Most legyen rá! Próbálj meg! Nem fog jól esni! Oda tetted magad, az első teljesítetted eddig sikeresen, az olyan kétszeres nem. Valáskor úgy bepattam az állam. De hülye vagy. Kamera, most egy kicsit kitérünk a videótól, és egy kémiai kísérletet fogunk véghez vinni. Jó? Jó. 3-2-1. Üdvözlök mindenkit a... Mit tettem ma? Kémiai kísérleten. Egy kis kémiai kis gyakorlat fogunk nektek bemutatni. Teljesen felöltöztem egy kis védőruhába. Akkor semmi bajom ne essen. Végül is víz és Skittles kell hozzá, de azért jó, hogy belöltöztem. Bocsánat, de maga csinálja a kémiai izét? Nem tudod, te kémiába, én még matekból vagyok jó. Fél év meddig. Jó! Hú, izgatott vagyok. Persze csináltam már ilyet. Gondolom. Hát nem, te vegyszerekkel dolgozol, ez most csak egy gyerekjáték. És akkor nézzük a... varázslatot. Igen, már megyük ez. Mehet? Lassan lőttösd be. Jó! És akkor most... várunk, és nem szabad mozgatni az asztalt. Még nem történt semmi. De, nézd! Hoppá, ré! Nem történik semmi robbanás, vagy arra várok. Ne! Teljesen a közepéig el kell mennie amúgy elvileg. Hát de én már nem fog, mert ráfújtál egy. Dehogy nem. Hogyha esetleg nem fogna be teljesen a közepéig, akkor kicsit meg kell mozgatni. Szépen, szépen kell csinálni. Vagy valami balapessen. Ó! Bocsánat, meglöktem az asztalt egy kicsit. És meglökjem véletlen ezt a tányért, Balázs, tényleg így. Köszönjük szépen, hogy elővigyázatosan mindent észlelve nem csinált hülyeséget. És a máskor is, de akkor most már menjünk vissza, túl Camillává. Meg menjünk a következő kívásra. Azok a másik oldalon van. Számolgattam így fejben. Itt, amiket adtam neked kívásokat, abból csak egy sikerült. Jól tudom? Igen. Most, ami itt van nálam, ennek most vége szakadt. Látom a reménykedő arcodat, hogy megszólaljak, hogy de! Úgyhogy most meg fog... Ja, nem vártad? Hát nem, azt gondoltam, hogy most akkor vége lesz, és akkor most már mehetek el, semmit kell néznem a pofádat, de úgy látszik, hogy szeretnél valamit mondani. Igen, szeretnék nagyon-nagyon mondani valamit. De megkaphatod ezt az összeset itt, ha most velem jössz. Megmutatom, hogy mit kéne csinálnod. Gyere, nem! Dur! Ülj le! A lényeg az, hogy azért jöttünk át ebbe a szobába, mivel én innen
fogok az ablakon kidobni egy darab skittles-t, és neked pedig el kell kapnod a száddal. Ki voltak hozva 4 emelet? Meg fogod tudni csinálni? Nem. Azt hittem, most pedig hősiesen összeszeded magad. Meg tud csinálni. Kiválaszthatom neked, melyik skittles dobhatod le nekem? A nyertes. A nyertes szín? Igen, a nyertes. Mi lesz a nyertes szín? Rózsaszín. Azért, mert kislány vagy, nehogy azt hitt, hogy ez az én pénzemet fogom odaadni neked. Uh-huh. Azt mutaréktól elcsúrtam. Uh-huh. Aztán azt fogom neked adni, jó? Jó. De hiszek benned, hogy el fogod tudni kapni. Fel vagy készülve? Igen. Jó. Igen. Akkor pacsi. Istenem, ez a gyerek. Kamilla fogait nagyon tudom sajnálni, de egyben meg Kamilla meg is érdemli, hogy egy kicsit ki legyen képezve, meg kicsit azért fasz a gyerek legyen. Itt van a nyertes skittles. 3, 2, 1. Bazs, nem hiszed el! Mi? Ez most komoly? Komoly! Esküszöl? Mondod belemet a szádba telibe? Úristen, ez a gyerek! Te szerintem nagyon szivatsz engem most. Van ebben szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy átverés. Kamilla, én ezt tényleg nem hiszem el. Itt van! Tuti! Ezt tényleg nem hiszem el sajnos most neked. Hát miért nem hiszed el, Valás? Most átversz engem. Hogy kapjál pénzt. Hogy vernélek el? Mondd már meg! Tényleg nem vernél át, amúgy tényleg, igen, bízom benned, Kamilla, tényleg sosem vertél még át, most sem fogsz átvenni. Ezt az elkapást, ezt ti nézők kommentbe, nektek kell eldönteni, hogy igen vagy nem, én a nembe szavazok. Én nyilván az igenre szavazok. Az a baj olyan gyorsan történt, hogy nem tudom felfogni, mert a kamerába is visszanéztem, és nem tudom megnézni, hogy telibe belemente a szájába vagy nem. Kamilla akkor meg fogja kapni szépen a pénzét. Azt nem tudom, hogy jogosan-e vagy nem. A nézők fogják eldönteni igazából. Lesz, itt van. Köszönöm szépen! És tesók, 500 ezer feliratkozónál 500 ezer forintot fogunk adományozni. Tehát most azt akarod mondani, hogy amit most kaptál, azt feáldozod arra a videóra? Igen. Igen, úgy, ahogy előre meg volt írva a forgatókönyve. Szóval, így pörgessük meg azokat a feliratkozó számokat. Amúgy, hogy a Kamilla csalt, vagy ha nem csalt, tök mindegy, ez egy nagyon jó szívű ajánlat. És tesók, a póló, ami rajtunk van, az egy smiley, és a belsejébe beleírva az, hogy szerencs, szerencs. Szeres, neves, semes, sebes, lekes, sebes, meves. Az a belírva, hogy szeres, neves. Ez a két legfontosabb dolog az életben, hogy szeres és neves. Hát én nem szeretlek és nem is nevetek. Jó, ez nyilvánvaló. Ez a tesók.hu-n hamarosan elérhető lesz. Az 500 ezer feliratkozós videóban be is jelentjük, hogy mikor. Lehet, hogy akkor, lehet, hogy majd jövőre, lehet, hogy majd 200 év múlva, lehet, hogy majd a jövő nemzedékének. Folyamatosan nézitek a videókat és iratkozzatok fel, hogy le ne maradjatok a következő videók. Le nem maradjatok a 500 ezer forintos videóról, tehát az 500 ezer feliratkozósról. És le nem maradjatok erről. Erről nem maradt le senki. Császtok, tesók! Császtok, császtok! Most én leszek a ratok. Én szeretném. Hellóka! Hellóka! Azt mondom, hogy kicsit ugorkált is, hogyha beletalál, ugye azt hiszem, hogy beletalál a számba, de nem, és én meg meg fogom prankelni, hogy így benne van a számba, és akkor mint elkaptam volna, de amúgy meg k***ra nem. Szóval ez egy kis prank a videóban, már nagyon szeretitek. Szegény Balázs.